Hello, szevasztok, folytatjuk az Amnézia 2-t. Túljutottunk a csatornákon, és most a... valamilyen vízszivattyúnál vagyunk. Egy fenék víz szivattyú, igen, így a helyes. You seem to have undergone quite a profound conversion in Mexico, Mr. Manuel. You could not have seen it yourself and not, Professor. As we disembarked, even through my fever, I saw the detritus of this so-called progress. I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the waters of the Empire. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you took it upon yourself to act as Redeemer. Professor, I would not be so presumptuous. I am merely a conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation to the ground and smother it with steam. Fenékvíz szivattyú, karbantartói bejárat. Igen, itt vagyok, és... problem? Hát ez egy jó nagy gép. Ördög fajzatok fészke. Igen, ugye az előző videóban voltunk a csatornám, és ott volt az a sok-sok disznó-szerű lény. Drága Istenem, egy egész fészeknyi ezekből a nyomorú lényekből nem az eszem, hanem az ösztöneim hoztak el idáig, és biztos vagyok benne, hogy valahol ebben a rohadt komplexumban van tovább lefelé vezető út. Nem fogom látni az arcokat, ahol sötét ügyeiket intézik, és mégis figyelem, ahogy alszanak, esznek és játszanak, és annyira emberiek, olyan gyermekiek, és nem arra fogok gondolni, amit láttam, a székekre vagy a ketrecekre, és nem gondolok arra, hogyan lehet ilyen szörnyeket létrehozni? Hát én azért, de a szivattyúterem. Ezek lehetnek a fenékvíz szivattyúk, a szabotőr ténykedéseinek a szívében vagyok. Hogy kordában tartsa az áradást, bizonyára kiiktatta ezeket a hatalmas szivattyúkat. De látszik, hogy sietett. A legtöbb munkáját befejezetlenül hagyta. Ügyetlen próbálkozásai már csak arra szorítkoztak, hogy kikapcsoljon mindent, ami a keze ügyébe került. Ha megtalálnám a vezérlőket, egyszerű lenne mindent helyreállítani. Vezérlőket. Oké. Csak én gondolom azt, csak nekem tűnik úgy, hogy a víz jelen esetben itt szmötyi, itt dúskaki. De mégiscsak, ha úgy nézzük, hogy folyadék, hogy sokkal csúnyább, mint az első részben. Vagy az első részben a víz az úgy is nézett ki, mint a víz. De itt valahogy olyan... hogy is mondjam, ez úgy néz ki, mintha inkább... megszilárdult... sár, mondjuk. Mondja, sáros talaj lenne. Nekem inkább annak tűnik, mint sem folyadéknak. Márpedig ez folyadék itt, ugye? Hát tömény kaki, gondolom. Ha már ilyen szép barna. Látod? És ott van kedvenc barátunk is, aki az első részben is boldogított minket. Azt a ekkora gép, Aktu Heilige. Csak azt nem mond... ó, jaj. Ó, jaj! Nekem majd mindéket meg kell tekerni? Nem, az közvetlen fal mellett van, ezeket nem kell tekerni. Ahead, the trickle to still waters. I dragged myself deeper into the temple, and
downward ever, towards a wind that held the voices of my children, beckoning me to set them free. Hát ezt templomnak nem hívnám. Ezt ilyen gűzrendszert kialakítani, te jó Isten! Egy fél városnyi helyet elvesz. Bár mondjuk föld alatt van, úgyhogy sokakat mondjuk nem, úgysem zavar, az igaz. Ebből a szempontból jó ötlet levinni a föld alá, ahol senkit nem zavar. Ott föl tudunk menni. Megjelent egy disznófej előttem, amikor felmásztam a létrára. Tartalék szivattyúk vezérlője ez az. Szerintem jó helyen vagyunk. Pillanatra azt hittem, hogy ott áll valaki. Hát azért benézek, megnézek itt mindent. Állj, a szivattyú helyes működése érdekében ellenőrizd, hogy minden kerék a helyén van-e. Igenis. Hát én azt én innen nem tudom megállapítani. De majd meglátjuk. Ó, még egy kazán. Ezt nem kéne megtölteni szénnel, vagy így is be tudom üzemelni? Nem tudom, mit csináltam. Aha, ezt újra eltekerni már nem lehet. Ó! És ott a disznófej már megint. Arra leszek leginkább kíváncsi, hogy ki fog-e derülni, hogy ki ez a szabotőr, aki a disznófejeket itt elhelyezi közvetlen mögöttünk, néma csendben. De van egy olyan sanda gyanúm, hogy szerintem a főszereplő halucinálja ezt. De ezt még csak tipp a részemről. Szelepek és csövek. Még egy szivattyú. Úgy tűnik ezzel is foglalkoznom kell. Úgy érzem magam, mintha valami órás játékba potyantam volna. A herkulesi feladatok vége láthatatlan sorára kényszerítve, a beígért jutalmat pedig az én drága gyermekeim jelentik. Nagyon jól érzed. Kedves Mandus. Lejjebb eresztettem a vízszintet? Lejjebb eresztettem a vízszintet, ugye? Arra szerintem nem megyünk. Ez baj! Ez nagyon nagy baj! Öregem!
Tehát... Az előbb erre jöttünk, ugye? Vagy nem? Itt... Ez szakadt le? Ez szakadt le. Tehát akkor... Most vagy fölfelé, vagy erre. Szerintem nem erre. Bár ott van létre... Én nem tudom. Nézzük meg a másik ajtót. Főszivattyú vezérlő. Nekünk ez fog kelleni. Oha. Jó nagy kerekek, nem... Győződjön meg róla, hogy minden kerék a helyén van. Minden kerék a helyén van. Csak. Kell még egy fogaskerék. És én már sejtem, hogy hol lesz sajnos. Na, itt van, jó. Azt hittem kicsit messzebb lesz, de szerencsére nem. Igen, mert itt ugye az első résszel ellentétben itt nincsen hagyományos inventory. Ugye hátizsákolva lehetne pakolni a tárgyakat. Itt ha felszedsz a tárgyat, akkor azt ott fogni kell ugye végig. Ezért nem lehet azt megcsinálni, hogy beteszed az inventoryba, fölmászol lépcsőn, átmész egy másik terembe. Itt ugye ezt nem lehet megcsinálni. Hát egy pillanatra elfelejtettem. Ez az. Működünk. Azaz. Boah, nice. Ez az. Elvileg akkor most még lejjebb ment a vízszint, ugye? Itt nem tudok kimenni. Hát nem csak elméletileg, akkor gyakorlatilag is, ha minden igaz. Na most akkor... A gyermekek megtalálása. Az áradást elvezettem. Győzedelmeskedtem. Legyőztem a szabotőr. Szívem izgatottan dobog, ahogy fordul a fejem és remeg a lázas várakozástól. Hogy lüktet körülöttem a gép. Érzi, hogy közel az újjászületése. Az utolsó leereszkedés hívogat, mint egykor, ahogy Lili feküdt a nászágyon és férfivá avatott. Nekem nem erre kéne menjek? Na nézzük meg, hogy mi az itt lenn. Nem tudom, hogy erre kell-e egyáltalán menni. Úgyhogy nyomok itt egy gyors mentés, még akkor is, hogyha ez a triggerelem a... Az altavozás... Nem, most nem triggereltem, érdekes. Oké. Áú. Szerintem ez halálos ítélet amúgy. Mivel nem tudok innen kimenni. Mikor megfogsz a tárgyat, jobb megér... Nem halálos ítélet. De akkor miért van lent ez a hely itten? Akkor ez mire jó? Mert nincs itt semmi. Miért lehet ide lemenni? Ez most kicsit bántja a csőröm. Miért csináltak egy ilyen helyet?
Nekem van egy tippem amúgy. Van egy tippem. Szerintem, én most arra számítok, hogy elindulunk ki amerre lehet, és szerintem az egyik disznó haverunk meg fog kergetni, és erre kell visszarohanni. Úgy kell rohanni, hogy ide le kell majd esni. De szerintem most még nem kellett volna oda lepottyannyak. Szerintem itt kergetőzés lesz, de ne legyen igazam. Ez nem nyert. Jó. Aha, lejjebb engedtem a vízszintet, most már nem tudtok bántani. Aha, itt, igen. Itt tört ez le, és itt kellett menekülni ezettől a vízikacsögöktől. De most már ugye nem bánthatnak. Talán lehet mindjárt letörik még egy platform. Ez itt. Ez az. Zo. Nem látok semmit. Jó. Hozzáférés a főrendszerhez. Core System Access. Aha. Csak. Táncolnak a gyerekek. A lépcső meredek. A nap erősen süt a nyakára, hogy felhúzza őket. Az erek kiduzzadnak a alkarján, de nem tágíthat. A szeretet hajtja. Csak is a szeretet. Cetli. 1899. március 15-e. Még egy magyar ünnep. A hálóhelyemen gubbasztok, nagyon betegen és izzadva. Körülöttem takarítják a szobámat, de csak a legnemesebb kőből jövő hangot hallom. Énekel nekem, és én egy nagyszerű gépről álmodom. Új világot fogunk építeni a régi nyomjain. Virágokat fogunk ültetni a rothadó bordák közé, hogy növekedjenek és megtartsák az eget. Emlékszem, hogy suttogott nekem, ahogy betegen és megcsömörlötten forgolódtunk, és emlékszem, amikor megérkeztünk Southamptonba, és mindketten zokogtunk, mivel mindez ugyanannyira megszentségtelenítés volt, mint ahogy korábban énekelt nekem. Aztán Londonba jöttünk, és feltettem a kandalló párkányra, bementem a házba, összegyűjtöttem a szolgákat, és nekifogtam az átalakításuknak. Aztán kimentem a kertbe, és elástam azokat az apró, széttört koponyákat a rododendron lecsüngő ágai alá. Jó.
Állj, tilos az illetételen belépés az üzembe. A vezetőség. Order of the management, aha. Jó. Egyértelmű akkor, hogy merre kell menni. Merre tudunk, amerre lehet menni. And you came then to London, and you set me upon a mantelpiece, and then you went into the house and gathered the servants, and we set you and I on green craft in them, and then you went into the garden and buried those tiny shattered scum alone. De akkor ki ez, aki néha így beszél hozzánk? Ezek hangszórók? Kihangosítok? Uha. Uha. Nice. For your children, Magnus. To spare them the world you have created for us all. Az? Megint kikérdeztem, mert a Mandus nem kérdezheti, mert ő csinálta az egészet, nem? Tehát a... Na mindegy. Azt a kurva. És azt mondom, mi ez a hely? Nem jó ötlet lekapcsolni a lámpát, ugye? Jesus! I tried so hard. I will uphold my promise. I will always protect them for you. My eyes are your eyes. My heart is your heart. I will rip them loose from this rotten world and set them to burn. All to save them. Ez lett volna a másik irány, ugye? Aha. Oké. Scheiße.
Valamit kihagytam. Ezt a két kart még nem lehet aktiválni. Valamit előtte... Tudod? Ezeket nem lehet. Nem. Jó, akkor nézzük meg, hogy tudunk-e még másmerre is menni. Például... Arra tuti nem. Ó, hát persze. Rudak vezérlőterme, aha. Jó. Kéne nekem egy számkód, csokolom. Szükségem lenne valahol egy kódra. Hogy mit kell kirakni. Lehet, hogy ebben az audiologban lesz. Na, figyelj! And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, professor? That we judge the acceptable level of suffering by the human condition. Ask the beggar, professor. Ask the orphan. Ask the whore. Ask the starving, professor. The weak, the sick, the filthy. Ask them to define your humane. Igaza van. Keresünk. Lehet, hogy lesz... Ja, nézzünk körbe. Ó, de jó! Ó, de jó! Ó, de jó! Ezt már előre nagyon-nagyon fogom szeretni. X-felügyület, igen, mérgező, oké. Ó, jaj! Ó, jaj! Hát... Itt csak annyi volt a feladat, hogy ezt az egy fedelet fel kellett hajtani, és az összes rudat le kell engedni, vagy mindegyiket ki kell engedni. Ugye ilyen rudakat használnak például ugye atomerőművekben, de ott ugye a... Hát ugye a szabályzásra. Ugye, hogyha teljesen leengedik őket, akkor ugye minimumra csökkentik az aktivitást. De hát ez nyilván nem atomerőmű. Jó, hát fiú, én megpróbálom... Megpróbálom azt, hogy... Az összes rudat leengedem. Pontosabban elkapcsolom azt, amit lehet. Hihihi. Pirosra kell őket! A 8-as nem lehet. Miért nem lehet a 8-ast? A 8-as nem engedi.
De! Most már igen. Én nem tudom, hogy most ezzel mit csináltam. De szerintem mindjárt kiderül. Gép szíve. Elolvadt a szívem, amikor először mondták, hogy apu, mint amikor a földre fagyott vért a nap felé tartják, hogy felengedjen. Elválaszthatatlanok voltak, mindig együtt, egy lélek, két testben, és az összes szeretetem felemésztették. Meghalnék értetek, suttogtam szunnyadó arcuk fölött. Ölnék értetek. Romba dönteném ezt a világot, hogy megvédjelek titeket. Sötét alagutakon küzdöttem át magam, óriási gépeken, a legocsmányabb fenevadakon. Teljesítettem ígéretemet, lecsapoltam az áradást, és eljöttem értetek, drága fiaim. Gyújtásszabályzó. Meg kell találnom a gyújtásszabályzót, és még egyszer elindítanom a gépet. Lelkesen lépkedek a keskeny hidakon. Jövő, drágáim, már majdnem megmentettelek titeket. De csak majdnem. Nem hiszek neked! I will rise to bleach the sky and still the water. I will spin the world wheel and set the future upon the path to redemption. Where are my children? You promised me my children. My time is come, Maw Pig. Boys, I'm sorry. I'm so sorry. Was? Was? Mandus a szabotőr. Mexikóból visszatérve ismét megcsapott London mocska. A szenny, a miazma, a rothadás. Ki kell vágnunk az elhalt húst, hogy begyógyulhasson a seb. Mi volt ez az előbb? Nem a főszerep, nem mi voltunk, Mandus? Most nem teljesen értem. And emerging. I raised my head to an uncaring sun, and I cursed this world of pain and despair.
This civilization built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell, and I crawled my way home. Ez a maximális tempó, nem tudok ennél gyorsabban haladni. Ha esetleg valaki felvetné. Tök jó zenék vannak ebben is. 1899. december 29-e. Uralkodja magát egy ember? Darabjaira tépheti-e magát egy ember az utolsó sejtekig, amikor rájön mi vélet, hogy aztán újrakezdhessen? Ennyi lenne a lelkünk, apró fogaskerekek és óramű, apró szerkezetek, amiket szükség esetén új feladatra lehet átállítani? Megteheti-e egy ember, akit cselekedetei határoznak meg, amelyektől már maga is undorodik, hogy szabotálja a testét, a saját gépezetét, míg lelkének gyermekei új életre nem kelnek, és egy új napra ébredhet, egy új esztendőre, egy új évszázadra, reménnyel a szívében. Ahogy a kilógó drótokért nyúlok, megkérdem magamtól. Lehetséges a megváltás egy olyan lénynek, mint amilyen én vagyok? Ha nem, akkor egész biztosan jobb meghalnom saját alkotásaimmal együtt, mint szörnyként tovább élnem. Van egy új naplóbejegyzés, mindjárt megnézzük azt is. Nyomás szabályzó, aha. Elárulva. Tehát ennyi volt. Én voltam a szabotőr. A hang a telefonban pedig ő. De mi van velünk? Hogy kapcsolódunk? Nem lehetek én a felelős mindazért, amit körülöttem látok. Nem emlékszem, csak az a pillanat rémlik, amikor a világ ketté hasadt, és az emberiség zsigerei egy szájszerű nyílásból belehullottak meghasadt szívembe. Hát akkor mégiscsak igazam lett, amikor korábban azt mondtam, hogy szerintem saját magának behalucinálja ezeket a disznófejeket. A gőzkéményekbe csak alacsony nyomásnál szabad bemenni. Igen. Where are they? Where are my children? Why do you ask, Landis? You know the answer well enough. Tényleg? Várjál. Úgy. Ó! 1899. augusztus 31. A gyerekek tényleg a legcsodálatosabb, leghasznosabb teremények. Az árvaház szerencsétlenjei nélkülözhetetlenek bizonyulnak a nagyobb gőzcsövek kitisztításához. Úgy tűnik a mészárlási procedúra anyaga el tud párologni rögtön a keletkezésekor, de porként sodródik át a levegőn és a csövek üregein eldugaszolva azokat. Időközönként lekapcsoljuk a nyomást és beküldjük az egyik manót a csövekbe, hogy levakarja a legrakódó zsírt. Egyetlen levágott nyelű seprővel felszerelve merészkedne ebbe kis felfedezőnk a sötétbe. Persze csak egy kis ideig tudjuk alacsonyan tartani a nyomást, ezért gyorsnak kell lenniük, különben csapdába eshetnek és megfűhetnek a rendkívül forró gőztől, amint az visszaáramlik a rendszerbe. Aztán beküldjük a bajtársaikat, hogy lekaparják a kihűlő tetemet.
A túlélők azt mondják, a komplexumon belül a csövön keresztül mindenféle helyet elérnek. Mosolygok és azt mondom nekik, hogy nagyon büszke vagyok rájuk. Aztán megetetem őket a disznókkal. Az fasza. Automatikus nyomásszabályzás kikapcsolása. Hát akkor nekem ezt kéne így kikapcsolni, nem? De üveg van előtte, valamivel ezt az üveget nem tudom széttörni. Ó, várjál. Ja, írta, hogy gyorsnak kell lenni. De most akkor ki ez a másik? Will it hurt them? A cleansing fire always burns, little Mandus, but it purifies and it makes anew. Did it hurt to carve out the fevered flesh? Did it hurt to cut free the gangrenous foot? Ask instead this. Can we save them? When did I say that? That is not me. That is not me! Tudathosodásos a csávó és ez a másik énje? Csak erre tudok gondolni. Azt a kurva. Nem, most nem tudok lámpát kapcsolni. És nem tudok gyorsabban menni. Jaj, ne már! Már megint! 1899. december 1-je. Van egy kanálnyi orvosság, mondom, és ez is kanál, amellyel a kezedben születtél. Igazán fájdalmas volt anyádnak, de nagyon erősen fogta egy kis vörös ordító ököl. Később a kanállal gödötástál a kertben, hogy eljuss Mexikóba, aztán gilisztákat tettél a kanaladdal útközben, hogy dagadt maradj. Ez ugyanaz a kanál volt, amit az ikreinek adtál, aztán arra használtad, hogy lyukat válj óra műszerű lelkükhöz, és úgy etted meg a szívüket, mint a levest, hogy hájas maradj. Kis kövér vakond, hova ásol legközelebb, kérdem én, te és a gyermekeid ezüst gerincéből készült kis ezüstkanalad, melyet kedvesed hajába burkoltál. Édes drága, Jézus egyetlen Lilibetem, mivé váltam? Oké, van lámpánk, de megint itt vannak a haverok, a disznó haverok. Éljen. Már hiányoltam őket. Oké, most ki kell derítsük, hogy merre kell itt kimenni, és el kéne kerülni a disznó... Hát a disznókat. Ó! Ó, várj, elkezd... Ó, de jó! Igen, el kell zárni a gőzt. Menekülés a csöveken át. Ha a bűnöm fájdalmában gyerekeket küldtem a csövekbe, hogy kitisztítsák azokat, akkor valószínű, hogy van egy másik bejárat, amin keresztül megmenekülhetek a gépek veszedelmes forgatagából. Nem törődöm azzal, hogy az orrom ég a gépeket működtető istentelen iszregyületnek a gőzétől, és én leszek a szabotőr. Elpusztítom a nyomásrendszert, hogy félelm nélkül mászhassak a csövekbe. Jaj, de jó. Wow. Nice. Már egyelőre még nem villogott a lámpám, úgyhogy elvileg nincs a közvetlen közelemben. Nem! Ez nem nyert!
Többet ki kell, többet ki kell iktatni. Látom, ahol pirosan, Jaj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 
Mandus a szabotőr. Úgy tűnik a nyomásrendszer az üzem Achilles sarka, amit nyilvánvalóan nem vettem észre, amikor először próbálkoztam ügyetlen szabotázsommal. Ha elterelem a gőzt, óriási pusztítást végezhetek. Gőzkémények. A gépezet morajlása, a forró gőz áramlata vesz körül. Nem juthatok át a leforrázás kockázata nélkül. Homár vagyok. Feltörve, leállt a vérkeringésem. Életfunkcióim gyengék. A gőz felforralja egész testemet, ha nem találok valami módot arra, hogy elzárjam. A nyomásszabályzó. Valamiféle gőzszabályzó. Fogadni merek, hogyha kiiktatom az elszabaduló gőznyomás által okozott kár katasztrofális lehet. Biztosan elegendő ahhoz, hogy ideiglenesen leállítsa az egész gépezetet. Ettől csökken a gőznyomása. Mandus, te okos vénkecske. Érzem a rettegést, a szerencsétlenséget, az árulást, amely dűbe fordul. Nem állok meg, nem taposhatnak rám. Ha ez a gép az én légszövőszékem, én vagyok a művezető. Mi ez a légszövőszék? Nem is hallottam meg ilyen szót. Annyira rászkódik a kamera, hogy nem látok. Na. Jézusom! Hova vigyem a fogaskerekeket? Mit csinálják a fogaskerekekkel? De most tényleg? Mit csinálják a fogaskerekekkel? Jaj, azokkal semmit. Ezeket, amiket kivettem, azokat kell odarakni. Hát persze. Értem. Igen. Vagy mégsem? Lehet, hogy tévedtem. Ja. Valamit kihagytam? Zárva. Na várjál. Nem teljesen értem. A csövek nem férnek be oda. Fogaskerekeket nem tudom, hogy hova kéne vinni. Hogy mi a... Ja. Ó, basszus! Ki kellett törni az üveget? Csak ki kellett törni az üveget? Csak ki kellett... Hol a létra? Hova tűnt a létra? Itt van.
Rossz irányba mentem? Rossz irányba, persze, hogy rossz irányba mentem. Nyilván. Nem tudom, merre kell menjek. Fogalmam sincs, merre kell menjek. Ötletem sincs. Áú. This is what you dreamt into being. I will stop you. I will save them. You are too late. It begins. My work is begun. Kill them, my bees. Kill them all. Ilyen részre nem számítottam. Bármit a megmentésükért. Természetesen a hulladékot, amit nem tudunk eladni, a szegény háznak ajándékozzuk, így ők lesznek talán a legjobban hízlalt szerencsétlenek egész Londonban. Steam Achievement, The Entrails. Ajaj. Jesszusom. Ezen a részen nagyon elszar a performance. Oh. Tilos a kéregetés, tilos az árusítás, tilos a koldulás. Kiszabadítottuk a dögöket, ugye? Azt a rothadt. Jesszus úristen! Ez 1899. október 25-e. A szegények... Mi? A szegények senkinek sem hiányoznak. Ja? Terelj össze néhány árvát, és a világ hálás lesz neked. Tüntess el egy utcalányt és egy úriember, köszönhetet mond érte. Szemelj ki egy koldust, és egy hölgy újra biztonságban sétálhat. Gyűlölöm őket. Mindenki másnál jobban gyűlölöm őket. Ezt a kiváltságot, ezt az önhítséget.
az úgynevezett vezetők, a társadalom pillérei, a gazdagok és előkelők rejtegetik a szennyesüket, de semmivel sem kevésbé mocskosak. Van egy tervem mindannyiunk számára. Megetetjük őket, és aztán belőlük csinálunk eledelt. Ja? Az nem nyert. Hát... Ha-ho! Berner utca. Redeem yourselves! Redemption is at hand! Enter the cleansing and set your souls free! For you are born into filth and will die as pigs! Only through my redemption can you ascend to the skies and claim the heavens as your kingdom! Fall on your knees! Ashes! Ashes! Bones and ashes! For the pile will reach critical and we can have such a burning that this city will shine as a beacon of redemption for the world! Csövekbe el a motoroktól. Gyorsan át a csöveken, mielőtt visszatér a nyomás és forró maró göztölti el újra. Érzem, hogy a gép rám mordul, szentségtelen és embertelen. Agya rátekeredik és rásimul a csövekre. Sötét csápjait küldve átvajtok, hogy megjavítsa a sérüléseket. Visszatérek az utcákra, segítséget hozok és a gyárhoz vezetem az embereket. Porig égetem és örökre a föld alá zárom ezt a gonosz helyet. London lángokban. Istenem, bocsáss meg, mit robbantottam ki? Csak állok és érzem a lángoló város szagát. Látom, ahogy hamut visz a szél. Hallom az ocsmány bestiák moráját és üvöltését, ahogy nekiesnek a városnak és a mélybe húzzák lakóit, hogy lemészárolják őket. Kezdem érteni, mi lehet az X-vegyület másik összetevője, és azt is értem, hogy én vagyok mindezért a felelős. Meg kell találnom az utat vissza a gép szívébe és befejezni, amit elkezdtem. Ó! Oh! Nem tudtam, ki futkár az itt. 1899. december 23-a. A tükör előtt állok, magamat bámulom, hímveszőmmel a kezemben, és a tükörképem rám vigyorog, szája tele mustárgázzal. Te hiú bolond, gúnyolódik. Tényleg annyira más vagy? Tényleg azt hiszed, hogy a gonosz alkotásai nagyobb a bármi másnál? Csak egy gyenge ember vagy, a kor terméke ugyanolyan, mint bárki más. Ez a birodalom, te kretén, ez a gyilkos őrlet, ennek a társadalmi darwinizmusnak a természetes következménye. Ha te gonosz vagy, akkor a világ is gonosz. Egyszerűen hagyod, hogy a vér az utcákon folyjon, ahelyett, hogy elrejtenéd a szegény házban. Nálad a penge, és magad vagdosol vele otthon, nem fizetsz másnak, hogy megtegye helyetted ott, ahol nem láthatod. Ha gonosz is vagy, legalább őszinte gonosz, és ettől leszel übermensch. Így aztán megmosom a kezem, és bedőlök az ágyba. Okay. Oh. De erre van... Várja, akkor ez itt mi? Ja, innen jöttem, mi? Zseni vagyok.
Do you hear me, Mandus? This is what you planned. Seems to import, export. Jesus. Hát, ki mondta a játék címét? Ó! Oh! Ez baj! Hey! Láthatatlan izébe elakadok! Ez így nem ér! Ez így nem ér! Hey! Ez de szemétség volt. Valami láthatatlan izékben ilyen elakadtam, és amiatt utalért, és mindig kaptam egy pofont. Utak és utcák. Túl sokan vannak ezek az átkozottak. Az utcákon elszabadult szörnyetegek mind a motorteremből jöttek. Ahogy jöttem felfelé, három átkozott pneumatikus liftet számoltam össze, amiből arra következtetek, hogy a gép elég régóta tervezette ezt. A felszínre vezető utakat a környékre csempészve. Ha irányérzékem nem csal, az utcán túl közvetlenül a gyújtószoba felett leszek. És fogadni merek, hogyha ott is találok egy pneumatikus liftet, visszajutat a gép szívébe. Legyen így! Beast! Creature! Where are my children? Where are my children? Ez ugye? A világ megművelése. Egy hiányzó ér, látom már. Meg kell... Shit! Várjál! Baj van! Houston, baj van! A játék összeomlott. Várj egy kicsit! A csuda vinnie. Összekakírta magát a játék. Beállt és bekakírt egyszerre. Halló? Egyszer csak minden előjel nélkül így csak összeomlott az egész. Hát remélem, hogy elmentette ott, ahol kellett. Igen, hát ugye az első résszel a Dark Descent-tel stabilitási problémák sem voltak. Sajnos a második részben nem csak teljesítménybeli. Ez most miért fölfele megyek? Most nem mondod, hogy még egyszer az egész fejezetet előről? Ne szopassuk egymást! Ne szopassuk már egymást, könyörgöm! Hát, bár pedig úgy tűnik, hogy... Na látod? Bármit a megmentésüket, igen. Egyetlen egyszer! Ha csak egyszer nem csinálok manuális mentést, akkor beüt a baj. Jó, hát akkor azt fogjuk csinálni, hogy nektek ne kelljen még egyszer végignézni ezt a fejezetet. Azért gyors megnézzük, hogy ez tényleg az-e, márpedig igen, valószínű, mert fölfelé megyünk, és nekünk lefelé kellene, hogy mennünk. Tehát ha nektek ne kelljen még egyszer végignézni, akkor én ezt videón kívül még egyszer megcsinálom. Ez egyszerűen hihetetlen tényleg. Ez annyira tipikus szerencsém. Egyetlen egyszer nem csinálok mentést, akkor biztos, hogy beüt a baj. Ez mindig így szokott lenni. És most is. Jó, hát akkor megpróbálok még egyszer átrohanni ezen a fejezeten, mert...
Ja. És méterenként fogom nyomogatni a gyorsmentést. Na és akkor majd ott a másik liftnél, ami lefelé megy, ott majd találkozunk. Sajnos ez a fejezet úgy is abban a szempontból iszonyatosan pocsék, hogy itt a performance egy totális katasztrófa, itt a készítők iszonyatosan túlzásba estek, tehát itt nagyon átlépték a motornak a képességeit. Itt abszolút nem vették figyelembe. Igen, ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Oké, majd ti ott becsatlakoztok, jó? Ezt én most még egyszer végigszenvedem. Na, mindjárt találkozunk ott. Na! Akkor itt vagyunk megint, ezzel megyünk lefelé. Most átveregettem magam megint ezen a borzalmas fejezeten. És most csináltam itt egy mentést. Itt a lift előtt csináltam egy mentést. Arra az esetre, ha megint behányna a játék. És ez a instabilitás is egyértelműen azt bizonyítja, hogy a fejlesztők sajnos hát átlépték a motor korlátait elég erősen, de már ugye azénél látszott, hogy a sebessége totális katasztrófa volt ezen a pályán. Még egyszer mondom, ugyanezzel a motorral az első részben semmilyen sebességgond nem volt. Semmiféle gond nem volt. Csak a pályadizájnnál ugye figyelembe kell venni a motornak a korlátait is. És a Chinese Room ezt sokszor nagyon-nagyon túllépte. Ez itt a gond. Ellentámadás. Visszatértem a bosszú angyalaként, ismét szabotőrként. Megtalálom a módját, hogy leállítsam ezt a mészárszéket. Elég pusztítás nyitotta meg eddig a szívet. Eléggé összezavarta a gépet, hogy kipatincs az árét és titkos ajtajait. Sokkolnom kell, szemen szúrni, forró drótot bökni a füleibe, kalapáccsal verni ki a fogait és üveget dugni minden testüregébe. Akkor majd lihegni kezd, az ijállás közepette, benyúlok a torkába és belülről döföm le a szívét. Ja, és gyors még egyszer megerősítésként, illetve elismételném, hogy annyival próbálkoztam, hogy az SSAO-t ugye kikapcsoltam, mert minden azt írták, hogy az lesz a legjobb a teljesítmény, tehát nálam semmit nem segített. Tehát pár FPS segít, de abban nem segít, hogy instabil a sebesség. Abban semmit nem segít, sajnos. Na, úgyhogy innen fogjuk folytatni a következő részben. Meglátjuk. Én kíváncsi vagyok, hogy sikerül elpusztítani ezt a gépezetet. Most már tudjuk, hogy miért Machine for Pigs a játék címe. Meglátjuk. Na, ha minden esetet tetszett, nyomj egy lájkot, és innen folytatjuk. Na, szavaztok!